Köszönjük szépen, Szigetvári Viktorok, az Együtt választmányi elnökes, itt állunk Ajkán Molnár Tiborral az Együtt, Ajka Tapolc a Sümegi Egyéni Választókerületi elnökével és reményveli képviselőjelöltünkkel. Azért vagyunk itt, mert mögöttem van egy installáció, mi járjuk az országot, egy olyan kiállítással, amelynek az a címe, hogy ellopott ország, mert mi összeszámoltuk a Fidesz 2010 óta elkövetett bűneit, összesen minden magyar állampolgártól 1,2 millió forintot loptak el a fideszesek, ez egy beláthatatlan összeg, ha összeadjuk, összesen 12 ezer milliárd forint. Készítettünk egy honlapot, ami az interneten megtekinthető, az ellopottország.együttpárt.hu oldalon. Egy teljes kronológiája, teljes idővonala van 2010 májusától 2017 júniusáig a Fidesz összes korrupciójának. Ebben sajnos Veszprém megye is érintett, a Balatonparti olyan telkek és kempingek, amelyeket Mészáros Lőrinc adófizetői pénzből Orbán Viktor strómanjaként ellopott, hazavitt, és utána azon jelzálogot jegyeztet be, hogy más vállalatokat tudjon megvenni. Az Együtt azért járja az országot, mert mi vagyunk az egyetlen olyan ellenzéki párt, amelynek írott programja van arra, hogy ezeket a vagyonokat törvényesen, tisztességes módon vissza lehet szerezni, mert ahogyan elkövették a rendszerváltásnál a hibát, hogy a spontán privatizáció bűneit, a 80-as évek bűneit senki nem vizsgálta a 90-es években, mi liberális demokraták nem követ Tehetjük el azt a hibát majd 2018-ban vagy később, hogy engedjük, hogy a fideszeseknek a pénze után ne menjünk utána. Sajnos nagyon sok pénzt vitt el Orbán Viktor családja is, és ebben kemény eszközökkel kell menni, de közben nyilvánvalóan az élő és virágzó magyar vállalkozásokat nem szabad tönkretenni. Ez a kiállítás ma itt van, osztogatjuk az újságot, bemutatjuk képviselőjelöltünket, Molnár Tibort, és az a célunk, hogy bebizonyítsuk, hogy lehet egy jobb országot teremteni, amelyben szerencséje van minden ajkainak, mert itt egy tisztességes, jól működő városvezetés van most már jó pár ciklus óta, ezzel együtt lehet ennek a választókerületnek nem jobboldali, nem szélső jobboldali, hanem baloldali liberális képviselője. Mi ezért dolgozunk, és meg fogjuk szerezni Molnár Tibor mögé az összes ellenzéki párt támogatását. Átadom a szót Tibornak. Köszöntöm én is a sajtó képviselőit, az ajkai polgárokat, akik ezt az élő közvetítést figyelemmel követik. Nagyon örülök, hogy itt lehetek rövid időn belül ismét, és hát szándékom szerint minél többet igyekszem itt tartózkodni, hiszen van egy örökölt családi házunk Úrkuton, itt a szomszéd faluban, ami ugyan most nem tartozik a választókerülethez, de tudjuk azt, hogy az úrkutiak és az ajkaiak nagyon régóta szerves egységben egymásra utalva tevékenykednek. Itt ebben a városban egy becsületes, dolgos nép él, akik nem szégyellik azt, hogy munkából élnek. Vannak nehézségek, amik országos szinten sújtják Ajkát is, többek között az, hogy Orbán Viktor és érdekköre 12 ezer milliárd forintot lopott el a magyar néptől. Hogyha ezt kiszámoljuk, akkor egy 4 tagú, 2 gyerekes ajkai családtól közel 5 millió forintot loptak el, és ezért nincsen CT az ajkai kórházban, mert az egészségügynek gyakorlatilag az éves költségvetését ellopja a Fidesz egy év alatt különböző jogcímeken. Tehát sok a dolgunk, sok a teendőnk, az Orbán rezsimnek a megdöntését itt kell elkezdenünk, és Ajka szerintem ez egy tisztességes, jó alapot jelent. Én azon dolgozom, hogy ezt itt meg tudjuk tenni. Nem idegen nekem ez a vidék, én sem vagyok itt idegen, hiszen az őseim is már innen származnak. Igyekszem mindent megtenni azért, hogy Ajkának legyen egy megfelelő képviselete 2018-ban a parlamentben. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!